Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Először is megtekintjük azt, hogy mi történik pénteken. Az itt látható, ez a férfi áll a középpontban. Figyelgeti az eseményeket, ő fog döntéseket hozni. Lehet, hogy vannak elvárásai is, de nincs könnyű helyzetben, hiszen itt megjelennek az egerek. És ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy ez a férfi fél attól, hogy elveszít téged. Vagy az is lehet, hogy már elveszített valamit, pénzt, vagy a munkáját, vagy lezárt egy bizonyos kapcsolatot. Amennyiben ez a férfi még nős, akkor itt a kasza, az jelentheti a vállást, és itt az egerek sok mindent eltávolítanak. Az is lehet, hogy a volt feleség elviszi a pénzt, vagy az autót, vagy ő kapja meg a lakást. De érezhető a képeken, hogy fél valamitől, hogy elveszít valamit, de egy időben lezár bizonyos dolgokat, vagy bizonyos kapcsolatokat. Szombat az itt látható. A hamis róka figyelget valamit vagy valakit. Az azt jelenti, hogy valaki figyelgeti őt. És itt vannak viták, veszekedések. A róka jelenti a hamisságokat is, hogy valaki hazudik neki, vagy becsapta őt, vannak itt viták. És mivel a horgony jelentheti a biztonság érzetét, de a másik két kártya az inkább a negatív dolgokra utal, ő úgy érzi jelenleg, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Amit a horgony még jelenthet, az a munkahely. Lehet, hogy ott is vannak hamisságok, viták, veszekedések, és ott akarja hagyni a munkahelyét. A vasárnapi nap szebbnek tűnik, hiszen itt kisüt a nap, megvilágít valamit, látni akar téged, kiderül az igazság, megbízhatsz benne. Itt van a virágcsokor, jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy szép környezetet. Az is lehet, hogy itt lesz egy meghívás, vagy egy ajándék, hiszen ő megajándékoz téged. És itt látható a szív, a kedvesség, a szeretet és a szerelem. Itt szerelemről van szó. De mire kialakul kettőtök között valami, nála bizonyos dolgok megjelennek, amit ő le akar zárni, és akkor a kasza azt is jelentheti, hogy olyan hirtelen történnek az események, olyan gyorsan, amikor nem is számítasz rá, lesz egy kellemes meglepetés. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot! Nagyon sok szeretettel, Denderám!